Most pedig felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Ma olyan történt, ami korábban még sohasem. Magyarországot megtisztelte a látogatásával Brazília elnöke, ami egy diplomácia történeti esemény a mi életünkben. És tekintetbe véve a két ország közötti adottságok és méretbeli különbséget, pedig egy különös megtiszteltetés is. Természetesen a tárgyalásokat megelőzően kifejeztük a részvétünket a brazil embereknek az elmúlt napok természeti katasztrófája miatt. Ami a tárgyalásnak az érdemi részét illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, az első látogatás izgalmán túl még hozzáadott a tárgyalásokhoz az a tény, hogy Moszkvából érkezett az elnök úr. Another fact also added to the importance of these negotiations, the fact that the president has just arrived from Moscow. Diplomáciai életet, sőt azt gondolom, hogy a mindennapok életét is a háború lehetősége árnyékolja be. Shadowed, overcast by the possibility of war. Minden diplomáciai erőfeszítés, amely a háború elkerülését célozza, rendkívül értékes az egész világ, de különösen Magyarország számára, hiszen mi közel vagyunk ehhez a konfliktuszónához. Magyarországon keveset tudunk erről, ezért mondom el, hogy az Európai Uniónak vannak stratégiai partnerei, 9 ilyen országban, és abban az egyik az Brazília. Azt is kevesen tudják, hogy a NATO-hoz kötődően is vannak speciális státuszok, és bár Brazília nem tagja a NATO-nak, de ahogy mondják, egy non-NATO major ally a NATO-hoz Brazília, tehát egy katonai együttműködő partnerünk is. Köszönjük az elnök úrnak, hogy ő is tett erőfeszítéseket az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke. Tisztelt hölgyeim és uraim, Brazília területét tekintve az ötödik népességét tekintve pedig a világ hatodik legnagyobb ország. Beszélünk most itt 214 millió emberről. És Brazília a világ 12. legnagyobb gazdasága is. Ezért Magyarországnak evidens érdeke, hogy szoros együttműködést ápoljanak országaink. És örömmel jelentem a magyar közvélemény számára, hogy a világ nagy, mondjuk úgy globális kihívásai tekintetében azonos a megközelítés Brazília és Magyarország között, ez pedig az együttműködésünknek stabil alapot ad. Azonos megközelítést alkalmazunk a migráció kérdésében. A nagy nemzetközi szervezetek arra törekednek, hogy olyan dokumentumokat fogadjanak el, amelyben a migráció mint áldás és pozitív fejlemény az emberiség számára összefüggés jelenik meg. Talán emlékeznek rá, hogy amikor a globális migrációs paktumot próbálták ráerőltetni a világra, akkor néhány ország, Izrael, Egyesült Államok, Csehország, Lengyelország, Magyarország ezt a globális paktumnak a létrejöttét megakadályozta. Ezért ma nincs a világban egy olyan közös pozíció, hála jó Istennek, amely lehetővé, sőt ajánlottá, esetleg később kötelezővé tenni, hogy a nemzetek és a nemzetállamok is mint pozitív jótéteményre tekintsenek a migrációra. Időközben az amerikaiak megváltoztatták az álláspontjukat, de új elnök lett Brazíliába, tehát a létszám az maradt. Vagyunk még azért néhányan, ezt mi a józanok koalíciójának nevezzük, akik nem szeretnék, hogy a világ a migráció eredményeképpen megváltozzon. Ennek a globális migrációs paktumnak van egy kis testvére, egy európai kis testvére, amit most tárgyal az Európai Unió, ahol hasonló törekvések vannak. Szeretném világossá tenni, hogy az európai szintéren ugyanígy meg tudjuk akadályozni, hogy később számunkra ajánlott, illetve kötelező migrációs szabályok jöjjenek létre. Viszont megegyeztünk a brazil barátainkkal arról, hogy a nemzetközi szintéren egy közös korai figyelmeztetés
egyeztető rendszert hozunk létre, tehát a világon bármilyen nemzetközi térben olyan dokumentumok készülnének, amelyekben nekünk nem tetsző, illetve a mi érdekeinkkel ellentétes migráció összefüggő ajánlások kapnának teret, akkor azt mi időben detektáljuk, észleljük, és együttműködünk a megakadályozás érdekében. A második dolog, ahol a megközelítéseink azonosak, nagy civilizációs kérdésekben, az üldözött keresztények közösségének a támogatása. Abszurdnak találjuk, hogy a világ legüldözöttebb vallása ma a keresztény, és a legnagyobb számban az üldözöttek között keresztényeket találunk, miközben a keresztény gyökerekből kisarja a civilizáció, elsőbb az európai civilizáció nagyon keveset tesz annak érdekében, hogy megvédhessük azokat a világban, akiket a hitük miatt üldöznek. Ma megállapodást írtunk alá arról, hogy az Afrikában élő üldözött keresztény közösségeknek közösen fogunk segítséget nyújtani. És hasonló a megközelítésünk a harmadik nagy világ, vagy ha úgy teszik, antropológiai kihívás tekintetében is, ez pedig a családokat érő támadások, ami a családnak egy olyan koncepcióját akarja elfogadtatni a világgal, ami eltér attól, amit mi gondolunk családnak. A magyar alkotmány világos, az apa férfi, az anya nő, egy férfi, egy nő alkot egy családot, és mi mindent meg fogunk tenni minden szintéren, hogy ez a megközelítés, ez ne relativizálódjon, ez nem egy lehetséges formája a családnak, hanem ez az a család, a történelem, a kultúra megalkotott a számunkra is, amit szeretnénk fönntartani. Tájékoztattam az elnök urat is, Magyarország egy demokratikus ország, és ebben a kérdésben épp úgy, mint a migrációban, amelyet mi nagy civilizációs kihívásnak tekintünk a magunk számára is. Nem egyszerűen a magyar kormány foglal állást, hanem lesz egy népszavazás, amely a gyermekvédelem ügyében világosan kifejezi majd a többségi akaratot Magyarországon. A negyedik fontos közös szemlélet, ami a kapcsolatainkat meghatározza, az a szabadkereskedelem melletti elköteleződés. Magyarország létkérdés a szabadkereskedelem, a magyar export az arányaiban hatalmas, eléri a nemzeti össztermékünk 80-90%-át, vagyis azt jelenti, hogyha nem lenne világban szabadkereskedelem, akkor a magyar emberek sokkal rosszabbul élnének, mint ahogy most élnek, mert számunkra a nemzetközi kereskedelemben való részvétel adja a legtöbb gazdasági lehetőséget. És ez hasonló gondolkodáshoz visz bennünket Brazíliával, meg is állapodtunk, hogy Brazília nyitva áll arra, hogy magyar befektetéseket fogadjon. Nekünk van egy kifektetési stratégiánk, külföldi befektetéseket támogató stratégiánk, és a nagy lehetőségek országaként tekintünk Brazíliára. Magyar beruházások, befektetések a jövőben nagy számban jelennek majd meg. Brazíliában vannak már ilyen korai madarak, vagy első fecskék. Van biotechnológiai beruházás például Brazíliában, és a nemzet egyik, mármint a magyar nemzet egyik büszkesége a Richter gyógyszergyár is jelen van Brazíliában. Ötödik dolog, amiben megállapodtunk, az az, hogy Brazília részt vesz a magyar haderőfejlesztési programban. A Brazília nem csak nagy, hanem egy komoly ország is, nagy hadsereggel és nagy haditechnikával és hadiparral. Már most is vásároltunk Brazíliától két sugárhajtású katonai szállító repülőgépet. Ezek 23-ban addigra készülnek el, és akkor érkeznek meg, és állnak majd hadrendbe, és illesztjük be őket a magyar hadsereg kapacitásai közé. Megállapodtunk, hogy ezt az utat, mármint a hadipari együttműködés útját szélesíteni fogjuk a jövőben. És végezetül szeretném megemlíteni önöknek, hogy nagyon fontosnak tartjuk a magyar felsőoktatás számára Brazíliát, mint kapcsolatot és mint piacot is. Ma Magyarországon 504 braziliai egyetemista tanulösztöndíjak. Ezeknek a fele, tehát 250 braziliák pedig a magyar állam által adott ösztöndíjat használja ki, és így tanulnának. Óriási lehetőség van. Bizonyos területeken a magyar felsőoktatás közel van a világszínvonalhoz, vagy talán olyan is, és ezért ezeken a területeken azt reméljük, hogy nem csak magyar állami ösztöndíjjal, hanem piaci alapon is egyre több brazil diák érkezik majd Magyarországon. Szeretném biztosítani önt, elnök úr, hogy nagy tisztelettel fogadjuk őket, és szeretettel várjuk őket. Köszönjük, hogy az elnök úr eljött Magyarországra. Ott voltam, amikor beiktatták az elnök urat az elnöki hivatalba,
ami egy fantasztikus esemény és nagy népünnepé volt. Azt kívánjuk az elnök úrnak, hogy lehetőségünk legyen a következő alkalommal is ilyen eseményen részt venni. Úgyhogy az elnök úrnak a meghívását természetesen mi elfogadtuk, bár el kell mondanom, hogy miután Magyarországon választások lesznek áprilisban, ezt a döntést azért még a választóknak ratifikálniuk kell majd, de jó reményekkel állunk ezzelé is, és reméljük, hogy Budapest után majd Brazíliában is találkozhatunk. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt voltatok.